területnek, hogy az Európai Bizottság felé Magyarország javaslatot tesz arra, ki legyen az Európai Számvevőszék magyar tagja. Tegnap a kormány úgy döntött, hogy Percné Gál Ildikót kéri fel, az Európai Parlament alelnökét és képviselőjét, hogy legyen a Magyarországról delegált európai számvevő. Magyarországnak jelölési joga van, a jelölési joggal a kormány élni kívánt, és tegnapi napon ezt a jelölést meg is tettük. A képviselő az, hogy minden Európai Uniós költételnek és követelménynek megfelel, és reális esélyünk van arra, hogy a kinevezése rövid időn belül a tesztendőre megtörténik majd. Annak is reális az esélye, hogy a tavaly induló GINOP audit lezárul. A szaksajtó, illetve az érdeklődő újságírók sokat foglalkoztak azzal, hogy az Európai Unió auditorai megvizsgálták a gazdasági és innovációfejlesztési operatív programokat, és különböző észrevételeket tettek a projektértékelő rendszerrel kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet előlegeket igénybe venni. Jó esély van arra, hogy megegyezéssel záruljon az audit. Az Európai Bizottság kérésére néhány ponton módosítottunk, és néhány kérdésben pedig további egyeztetésekre van szükség, és az Európai Bizottság akceptálta az álláspontunkat. Itt ugye arra írt a magyar sajtó, hogy teljes felfüggesztés fenyegeti Magyarországot. Azt biztosan állíthatom, hogy nem lesznek felfüggesztve az Európai Uniós források, és az auditot pedig jó eredménnyel az európai szabályokat megfelelően tudjuk majd lezárni. A forrás lehívásról azt tudom elmondani önöknek, hogy az Európai Bizottság támogatja Magyarországot abban, hogy 2017. március 31-ig minden pályázat megjelenjen. Ez azt jelenti, hogy még 900 milliárd forintnyi pályázat fog megjelenni a következő egy hónapban, és ezzel elérjük a 9000 milliárdos kiírást. 2017. december 31-ig pedig a 9000 milliárd forint 85%-át szeretnénk kötelezettséggel, azaz szerződéssel terhelni. Tehát az idén eldől, hogy ebből a 9000 milliárdból a magyar vállalkozók és a magyar közösségek ott milyen mértékben tudnak részesülni. A paksi atomerőmű bővítése kapcsán azt tudom önöknek mondani, hogy jól haladnak a tárgyalások, intenzív tárgyalások zajlanak, amelyek eredménnyel kecsegtetnek. Hogy milyen eredménnyel, azt most egyelőre nem állunk el. A Brüsszelben megbeszélést folytattunk akkor Magyarország ellen folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokról. Ezek közül vannak olyan kötelezettségszegési eljárások, amelyek megegyezéssel fognak lezárulni a következő időszakban. Úgy tűnik például, hogy a magyar gyógyszerészek érdekeit sikerül megvédeni Brüsszelben. Úgy tűnik, hogy van esély arra, hogy a multinacionális cégek vonatkozásában olyan szabályokat tudjunk alkalmazni, amelyek más európai országokban is ismertek. Itt arra gondolok, hogy a multinacionális kiskereskedelmi cégek azok nem lehetnek folyamatosan veszteségesek, vagy ha folyamatosan veszteségesek ismerik ezt a szabályt, akkor ennek következménye a működésüket illetően. Vannak kérdések, amiben jól állunk. Úgy tűnik, hogy több olyan ügy van, amiben egyeztetések lesznek. Ilyen egyeztetésre számítunk a bizottság és Magyarország, illetve más tagállamok között. A külföldiek magyarországi földtulajdon szerzésének korlátozását illetve. Az Európai Bizottság egy harcot indított, egy támadást indított a magyar szabályozással szemben, amelynek az a lényege, hogy ma Magyarország jogi eszközökkel megakadályozza azt, hogy egy külföldi érdemben és jelentős mértékben földet tudjon vásárolni. Kizárja a magyar szabályozást azt, hogy külföldi jogi személyek vagy külföldi magánszemélyek Magyarországon földet szerezzenek. Ezt az Európai Bizottság megtámadta, most már bírósági szakkal fenyegetett bennünket, és most sikerült egy tárgyalási eljárást elérnünk, amiben több ország álláspontját és véleményét is meghallgatja a bizottság. Nekünk az a álláspontunk, hogy a föld az nem olyan természetű dolog, ami végtelen lenne, egy olyan erőforrás, ami véges, ezért a forgalmazására vonatkozó szabályok sem ugyanolyanok, mint a különböző más szolgáltatásokat vagy termékeket illetően. Ezért szeretnénk, hogyha a Földre speciális szabályok vonatkoznának, tehát Magyarországon, Brüsszelben azért harcol,
hogy első pontban meg tudja védeni a magyar tulajdonosokat és a magyar földet, külföldre el sem. Másodrészt pedig elfogadhassuk Európában azt az elvet, hogy a föld, a termőföld mindenhol a kontinensen védelemben kell részesüljön, és speciális védelem illeti meg, speciális jogi védelem illeti meg. Több ország Közép-Európában érintett ebben az ügyben, van reményünk arra, hogy ez az irány, ez az ügy jó irányba halad. Energetika területén már elmondtam önöket, hogy ott pedig azzal számolok, hogy bíróság elé kerülnek az ügyek, tehát az, hogy Magyarországon az állami hatóságnak, az energia rezsihivatalnak van joga árat megállapítani, ezt az Európai Unió bíróságra fogja vinni és meg fogja támadni. Ebben nem várható, hogy bármiféle pozitív elmozdulás vagy előrehaladás lenne. Jártam a Kereskedelmi és Iparkamara fórumán hétfőn, ahol elbeszéltük a különböző támogatások és a kis- és középvállalati szektor számára nyújtott támogatások helyzetét. Azt tudom mondani önöknek, hogy a rendelkezésre álló 9000 milliárd valami az Európai Unió költségvetéséből jön. Kb. 55-60% az, ami közvetlenül vállalkozásokhoz, magyar vállalkozásokhoz kerül, és ezek a kifizetések folyamatban is vannak. 103.000 pályázat idáig forrásokra, és ebből 20.000 pályázat már megkötésre, illetve a szerződésre is került, ezen már túl vagyunk. Néhány dolgot még szeretnék a kormány tegnapi üléséről elmondani, bár hozzáteszem, hogy a tegnapi ülés döntő mértékben az olimpiáról szól. Jövő héten tartunk egy egésznapos kormányülést, ahol társadalompolitikai kérdések között a demográfia és a közlekedés ügye is napirenden szerepel. A kormány Fűrjes kormánybiztos meghallgatva részben az olimpiával kapcsolatos döntését meghozta, másrésztről elfogadta a beszámolót a dagály megépítésével kapcsolatban. A dagály, az uszoda, és tematikusan az uszodáról beszélek, 48 milliárd forintba került bruttó összegben, tehát bruttó 48 milliárdba került a dagály. Ez nettó 38,3 milliárd forint. Ez a tervezett költségen belül van. És ezen kívül még a folyamatban lévő beruházások egy jelentős tételt képviselnek majd, amelyek az úszóverseny megrendezéséhez elengedhetetlenül szükségesek lesznek, részben a rendezés kérdéseik, részben pedig más infrastruktúra építés, például a Komjádi úszodának a felújítása, toronyugró létesítmény, ami nem tétel, vagy a különböző egyéb Kőér utca, Váci utcai fejlesztés, Váci úti fejlesztés. Ezek még ehhez jönnek, de maga az úszodalmi átadásra került, és a világbajnokság megvalósításaig és lebonyolításaig a versenyt használhatják. Ez az úszoda 48 milliárd forint, bruttó 48 milliárd forint összegbe kerül. A kormány jóvá hagyta, hogy megkezdődjön a Puskás stadion építése. Ugye 2019-re azt ígértük, hogy el fog készülni, ahhoz, hogy elkészüljön a Puskás stadion. Az újjáépítési munkálatoknak rövidesen el kell kezdődniük, a közbeszerzési eljárás lezárult, és a kormány jóvá hagyta, hogy mintegy 190 milliárd forint, bruttó 190 milliárd forint összegben az új Puskás stadion megvalósulhasson, illetve az építkezés elkezdődhessen. A közbeszerzési eredmény kihirdetése a következő napokban meg fog történni, tehát bruttó 190 milliárd forintot a kormány erre az összegre a korábbi terveknek megfelelően jóvá hagyott. A kormány döntött arról is, hogy a madárinfluenza káros útjait megtalanítja. Ugye ez idáig a termelőket 5 milliárd forintnyi kár érte, tehát Magyarországon kényszervágásokat kellett elrendelni a madárinfluenza miatt. Körülbelül 5 milliárdos a termelői kár. Számukra már 3 milliárd forint odaítéléséről döntöttünk. A Főmérsi Minisztérium folyamatosan kártalanítja a termelőket. Most azonban a kormány úgy döntött, hogy 2,7 milliárd forintot biztosít arra, hogy nem csak a termelőket, hanem a vágókutakat is, az érintett vágókutakat is kártalanítja. Ez meggyőződésem szerint egy nagyon fontos nemzetgazdasági lépés, ami segíteni fog a baromfi ágazat szereplőjének. Aztán olyan Zoltán, hogy a kormány döntéseit közül is hagytam sok mindent. Nagyjából elmondtam, hogy milyen ügyekkel foglalkozott a kormány és a gazdasági kabinet. Szeretnék néhány olyan kérdésre válaszolni, amivel adósuk vagyok, és a múlt héten, vagy azt megelőzően nem tudtam rá
válaszolni, aztán elmegy a papírjai között megtalálom.